Szavasztok, szép jó napot, mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt, ahogyan azt megszokhattátok. Mindenkinek csodálatos hétvégét kívánunk, tartsatok velünk, és hogyha van kedvetek, készítsétek el velünk a nagy mackóba, nagy forró levegő sütőbe, a Twin Fire-be, ezt a nagyon finom kacsasültet, ami roppant mód egyszerű. Igaz, épp egy nagyon pici előkészület kell hozzá, hiszen egy éjszakás pálcot fogok készíteni, ami megint csak azt mondom, roppant mód egyszerű, de higgyétek el, megéri, és egy csodálatos omlós, belül omlós, kívül ropogós kacsát fogtok kapni. Mutatom nektek a deszka tartalmát. Első ízbe szükségünk lesz egy nagyon pici alufóliára, sütőpapírra, a köretünk jelen esetben édesburgonya lesz. Láthattok zsírt sót, szemes borsot, színes borsot, ebbe a pici tartójásba fekete egész bors, szegfűszeg és szegfűbors található egy jóképű babérlevél társaságába. Láthatok sárgarépát, zellert, petrezselymet, vöröshagymát, fokhagymát, a jóképű kis kacsánkat, több mint 2 kiló, majd pontosan kiírom a súlyát. Láthatok egy perzselőt, amire megint csak szükségünk van, és nem utolsó sorban van egy pici fűszerezés, mondjuk ez majd a édesburgonyához tartozik, piros paprika, egy pici fokhagyma, fokhagyma por és szerecsendió. Ennyi az anyagfelhozatal, el is kezdjük, és pontosan tövéről hegyire megmutatom nektek ezt a finomságot, ezt a nagyon-nagyon kiváló kis receptet. Kezdünk! Indulhat a folyamat, azzal kezdtem, mint látjátok, egy nagyobb fazékba forraltam vizet, pontosabban még nem for, nincs is rá szükség ebben a pillanatban. Annyit teszek, 2 ilyen bő evőkanál sót beleszórok, és jöhet a sok finomság bele. Elsőként sárgarépa, beletesszük a teatojást, jöhet a petruska, 3 fej vöröshagyma, a zeller és a párgereszt fokhagyma. Ennyi. Megyünk, előkészítjük a kacsát. Jöhet a kacsa előkészítése, ami nagyon-nagyon egyszerű, megint csak mutatom nektek. Hát elsőképpen, hogy én el szoktam járni, mindenféleképpen püspökfalatot, a zsírzóját eltávolítom. És van ez a nyakas rész, ezt is leszoktam vágni. Ne tovább azért, és akinek van kedve, ez egy jó nagy méretű bőr, ezt nyugodtan itt elkötve, továbbá itt is elkötve akár meg lehet tölteni. Én most ellen pillanatban meg fogom sütni, ez csak egy ötlet számotokra, nézzétek meg. Tehát egy bizonyos és nagyobb mértékű töltelék belefér, hogyha gondoljátok. Na, következő folyamatként nincs más hátra, visszateszem ide, és pörzsölünk egy nagyon-nagyon picit, tudjátok, ez olyan szempontból fontos, hogy mindenféle kis maradék, tollat, pihét el kell távolítani, úgy kaptok igazán elegáns és szép kacsát. Megfogjátok, és ahol láttok olyan területet, nyilván át kell perzselni az egészet. Utána jéghideg vízzel az egészet át kell öblíteni. Főleg itt a szárnyas területeken, nézzétek meg. Utána egy pici késsel megkapirgálva gyönyörű szépen le fog jönni az. Így járok el az összes területnél. Tovább is léphetünk, és látjátok, hogy pontosabban elmondom nektek, ez a kis zöldséges és fűszeres alaplevünk kb. 10-15 percre rotyog, egy közepes fokozaton, és mutatom nektek a kacsát is, gyönyörű szépen át van tisztítva, meg van tisztítva, meg van pucolva. Természetesen, ahogy szoktam volt mondani, és ezek után, hogyha valaki egy kis pihét lát valahol, én azt úgy szeretem. Na, mi a következő effektus? Azért mutatom nektek, szárnyakat aláhajtottam, gyönyörű szépen elő van készítve, egyszerűen megfogom a kacsát, beleengedem, lepj el, jöhet a pici bőr is, megvárom, hogy egyetlen egyszer forjon vissza, abban a pillanatban lezárom a tűzhelyet, pontosabban alatta a hőmérsékletet, a lángot, és hagyom magától kihűlni, ez nagyon-nagyon fontos. Amikor teljes mértékben kihűlt, annyit kell tenni, be kell vinni a hűtőbe, és másnap dolgozunk vele. Tehát innentől számítva kb. egy 3-4 perc, egy rotty, lezárjátok a tűzhelyet, mindenképpen várjátok meg, hogy kihűljön, vigyétek ki a hidegre, most már jönnek a hidegek,
és amikor kihűl teljesen, így lével együtt, ahogy van, mehet be a hűtőbe, másnap dolgozunk vele. Meg is jött az első gottya, amit említettem nektek, nézzétek meg, ebbe a pillanatban el is lehet zárni a tűzhelyet, csak azért mutatom meg nektek, hogy ezeket a gyönyörű szép színeket lássátok ennek az alaplének, ennek a most következő egy éjszakás pácnak, ugye hát főként hozzájárul maga a sárgarépa, és maga a kacsának a bőre is hozzátesz. Na ebben a pillanatban lezártam, ráteszem a fedőt, így hagyjuk kihűlni, természetesen ahogy említettem, utána mehet a hűtőbe egyetlen egy éjszakára, másnap dolgozunk vele. Aki ezt a folyamatot meg szeretné most gyorsítani, menjenek is vízfürdőbe, tegyetek egy vízfürdőt, engedjetek egy vízfürdőt, pontosabban tegyétek bele a fazekat, fedő nélkül nagyon gyorsan ki fog hűlni, és úgy tegyétek a hűtőbe, holnap találkozunk. Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk, eljött a másnap, ez nem az a másnap, ez egy jobbfajta másnap, kacsás másnap. Na, mutatom nektek a lényeget, jéghideg a kacsa, picit meg is van dermedve a lé, látjátok. És higgyétek el, mindenféleképpen érdemes az egy éjszakás pácot kipróbálni, nagyon-nagyon jó. Jöhet ki a teatojás, ezt félretesszük. Hoztam ide egy kanalat magammal, megkeressük a kacsánkat. Nézzétek meg, ebbe a helyzetbe annyira szépen néz ki. Majd hamarosan jönnek is bemetszés természetesen, akit esetleg és nem vettek föl az Orvostudományi Egyetemre, itt lehet gyakorolni. Na, kiöntöm belőle a levet, és itt még, ha láttok egy-két ilyen kis tokot, nézzétek meg, akkor azt még apránként ki lehet szedni egy pici csipesszel. Tovább megyek, jöhetnek ki a zöldségek ebbe a tába, és ezeket hamarosan össze fogom darabolni, a testürekbe vissza fogom tenni. Úgy a hagymát, fokhagymát, zellert, sárgarépát be fogjuk sütni. Gorombára össze fogom darabolni. Azonnal mutatom nektek. Itt a jóféle kis bőr, ezt is meg fogjuk sütni. Egyetlen egy mondat, mielőtt elkezdenék sarabolni, darabolni, és természetesen megejteném a bemetszéseket a bőröm, ami nagyon-nagyon fontos. Na, tehát egy a lényeg, itt van ez a jóféle kis alaplé. Hát, és én tudom, hogy mindenkinek nagyon kevés a hely a mélyhűtőbe otthon, de lehetőleg egy 2-3 részletbe, ilyen kis fiolákba, vagy kis műanyagedényekbe, vagy üvegbe, teljesen mindegy, ami bírja a mélyhűtőt. Nyilvánvaló, el kell tenni belőle. Én annyit szoktam még ebbe az esetbe tenni, van ez a kis zsíros lé, ezt nem magára a kacsára teszem, majd összeforgatom a fűszeres édesburgonyával, és úgy fogom megsütni. Tehát egy merőkanállal éppen a tetejéről nézzétek meg. Ezt a pici zsíros lét egyszer lehalászom, és később természetesen fő fogjuk használni. Ezt az alaplevet pontosabban én is csak egy részét viszem és lefagyasztom. De nézzétek meg, milyen szép. Gyönyörű a színe, áttetsző, nagyon-nagyon kellemes. Úgyhogy nem történt egy nagyon-nagyon hosszú hőkezelés. Éppen, hogy megtörtént a hőkezelés. Kacsa szinten legalábbis. Na, ennyi körülbelül. A többi megy a mélyhűtőbe, pontosabban egy része. Picit bele is keverek, hogy lássátok. Nézzétek meg, milyen csodálatos. Gyöngyözik, fényes, gyönyörű szép az egész. Pici zsírt hagytunk a tetején. Átszűrve viszem és lefagyasztom. Jöhetnek a zöldségek, egyetlen egy jó tanács. Látjátok a testüreget. Ez egy picit most meg van feszülve. Nem érdemes nagyon feszegetni, széjjel nyitni, hiszen akkor ebben az esetben akár meghasad a bőr, nagyon-nagyon csúnya lenne, amikor megsülne a kacsa. Tehát lényegében, amit mutatni szeretnék, körülbelül ilyen darabokra vágom össze a zöldségeket, hogy nagyon-nagyon kényelmesen be tudjam tenni. Lényegében csak ennyit szerettem volna megmutatni nektek. Ezt is így fölkockázom, és ilyen nagyobb darabokra összevágom, de látjátok, kényelmesen egy kanállal be tudom tolni. Hagymák úgy szintén negyedbe mondjuk. Ne dobjátok ki, értékes alapanyag. Ez is meg fog sülni benne, csodálatos ízek. És természetesen meg lehet enni a kacsa mellé. És ki is tölti a helyet rendesen. Fokhagymát akár el se kell vágni, de
egy nyisszantást azért teszünk, ennyi. Egy kanállal elkezdem betölteni. Na, mutatom nektek. Megfogjátok apró kis részletekbe. Ez pont leesett, nézzétek meg. Gyönyörű szépen be lehet küldeni. Kitöltjük a helyet, és megvan egy kis köret kiegészítés is. Nagyon-nagyon finom lesz. Nyomogassátok be, rendesen fér bele. Megpróbálom úgy, hogy Szilvike is ide férjen. Nagyon patent. Folyt köv. Amennyit csak bele tudtok nyomni, nyugodtan. Jöhet a bemetszés, nagyon-nagyon óvatosan kell eljárni, ez fontos. Mutatom nektek, és előbb Szilvike jól lecseszett. Betakartam a 44-es kezemmel az egész placot, alig tudott fölvenni. Na, remélem ez a pozíció megfelelő. Hát itt igazság szerint annyit kell tenni, és úgy kell beírdalni, bevágni a bőrt, hogy lehetőleg a húsba ne vágjatok bele. Vagyis ha véletlenül a húsba is belevágtok, ne túl mélyen, meg kiszárad a kacsamel. Na, ennyi az egész. Megfogom, és nagyon-nagyon óvatosan, nézzétek meg, éppen-éppen, vékonyan végighúzva, gyönyörű szépen be tudom írdalni a bőrt. Túloldalt ugyanez. És nem vágtam bele a húsba. Remélhetőleg. Nyílik szét, nagyon-nagyon kellemesen lehet dolgozni, nézzétek meg. Ezután nincs más hátra a kacsánál, só, bors, semmi más. Előkészítem az édes krumplit. Na, mint látjátok, egy picit széthúzva be van gyönyörű szépen írdalva. Ez természetesen sütéskor szét fog nyílni. Na, hadd szóljon. Alul, fölül, oldalt, mindenhol só, bors. És itt a petrus dugó. Azt is felhasználtuk. Semmi nem vész kárba. Na, só, bors. És még kap egy kis zsiradékot későbbiekbe természetesen. Meg lehet fordítani. Túloldalt ugyanez, plusz bőrke ugyanez. Jöjjön hát a jóféle kis édesburgonya, aki nem próbálta még, mindenféleképpen tegye meg. És nem kell arra gondolni, hogy méz édes a krumpli, egy nagyon kellemes kis édeskés hatása van. Én azt mondom, nagyon finom és egészséges, nem utolsó sorban, még a diétázóknak is ajánlott, tudjátok. Na, annyit kell tenni, és sokkal kevesebb a víztartalma, mint a hagyományos krumplinak, hagyományos burgonyának, és ezáltal sokkal nehezebb is vágni. Tehát mindenféleképpen egy nagyon-nagyon pici odafigyelést igényel a kezetek miatt, hogy ne vágjátok el. Na, ilyen szeleteket vágok, sréhizavé, megfogom, háromba elvágom utána, és körülbelül ilyen kis kockákat gyártok. Ennyi. Így kerülnek lefűszerezésre. Kezetekre figyeljetek oda. Nagyon-nagyon finom kis köret. Mi eszméletlenül szeretjük. Na, folyt köv, így fölvágom az összes édesburgonyát. Sréhizavé. Jöjjön az édesburgonya befűszerezése, ízesítése. Hát elsőként elmondva, én a saját kis kedvenc fűszereimet szoktam hozzáadni, nyilvánvaló el lehet ettől térni, kedvenc fűszerekkel be lehet ízesíteni. Na, első körben sót használok, szerecsendiót, piros paprikát, fokhagymaport, általában szárított zöld fűszert, annyira nem szoktam ide a forró levegő sütőbe beletenni, van rá kivétel nyilván, hiszen nagyon-nagyon gyorsan meg tudná égetni a zöld fűszert. Tehát ezek közül viszont semmi nem tud sérülni, főleg olyan szinte, hogy össze lesz keverve egy pici zsíros folyadékkal. Na, hagyd szóljon! Jöjjön! Körülbelül két ilyen pupos teás kanál só, első körbe piros paprikából két ilyen, hát azt mondom nektek, fél pupossal teszek hozzá. Szerecsendió, tudjátok, nagyon-nagyon óvatjával, fél mokkás kanál. Erre a nagy mennyiségre. És jön a fokhagymapor. Itt lehet tuningolni.
kettő ilyen pupossal teszek rá. Ennyi. Egyelőre, mielőtt rátenném a zsíros folyadékot, pár mozdulattal összeforgatom. Megfordítom a tálat. Még egyszer. És gyönyörű szépen nézzétek meg, összeépül a fűszerrel. Ezek után jöjjnek ki zsíros folyadékra, az alapléből, akár az egészet rá lehet tenni. Megpróbálom itt a tetejét lehalászni. Nagyon-nagyon patent. Eszméletlen finom lesz. Mi nagyon-nagyon szeretjük. Na, egyelőre ennyi. És amikor megvagyok, egy picit összerázom, és ismételten összeforgatom. Amikor azt látjátok, hogy minden egyes kis krumpli darabka fénylik, akkor készen is vagytok. Jöjjön még egy picurka zsíradékre. Csak a törődés miatt. Na, így lesz a pompás. Hamarosan töltöm a gépet, pontosabban a kosarat. Ott is majd mutatok egy taktikát, praktikát nektek. Ennyi, el is készültünk. Jöjjön hát a sütögetés, a recept leges legjobb része. Pont elég volt az előkészületekből, de láttátok, az sem volt egy húzamosabb idő, tehát nagyon-nagyon gyorsan megvoltunk vele. Itt egy éjszakát érdemes várni a forrázásnál, de a kicsi alaplevet tényleg elkészítitek, benne adjátok a kacsát, egy tökéletes végeredményt kaptok. Mivel egyetlen egy légtérbe sütünk, választólemez kiugrik, ne tovább, kijönnek a rácsok is. Megmondom miért, hiszen hasznosként azt szeretném elérni, sőt el is fogom érni, hogy a kacsa minél messzebb helyezkedjen el a felső fűtőszától, az alsónál nincs érdekesség, az maradhat úgy, ahogy van, tehát ott nem kell erre odafigyelni, tehát a kacsát minél jobban leszeretném ültetni, ez itt a lényeg. És ezáltal hoztam egy zsírpapírt, egy ilyen sütőpapírt magammal, ez mindenképpen fontos alá, főleg a krumplik miatt is. Tehát ide bevágtam egyet, pontosabban behajtottam, Szilvike megmutatja nektek, tökéletesen meg fog sülni akár az édesburgonya, akár a kacsa ezen a papíron. Következő lépésként belehalmozom a krumplikat. Nagyon-nagyon finom. Nagyon-nagyon kellemes íze van már most. Épp egy picit elrendezem, és azonnal teszem rá a kacsát olyan szinten, mutatom nektek, és hát megfordíthattam volna az esetet, tehát úgy, hogy beleteszem a kacsát, köré szórom a krumplit, de akkor mi történne, eltemetném a kacsát. Eszem ágába sincs. Inkább hozom a kacsát, itt a kis nyakat rátettem a helyére, és egyszer megfogom, egy picit szétpréselem a krumplit, látjátok. Tehát beültettem a kacsát a helyére, nyakat visszatesszük, úgyis le fog esni, nem számít. Na, mi itt a lényeg ebben a helyzetben? Még annyit teszünk, a biztonság érdekében ismételten hajtottam egy alufóliát, nézzétek meg, egyszer ráteszem a kacsára, épp egy nagyon-nagyon picit így lazán lenyomogatom, kezét csókolom, megmosom a praszlimat, és lényegében indulhat a sütés. Indulhat a jóféle kis sütögetés, kacsa a helyén, krumpli a helyén, nincs más hátra, elindítjuk a gépet, középső zóna, középső kapcsoló pontosabban, közös zónát használok. Mindenféleképpen oda kell figyelni, mint mondtam nektek, ez egy nagy kacsa. 165 fokon, és nem az airfryer módba, hanem a pirítás módba mutatom nektek, 165 fokon, és másfél órát fogom hőkezelni. Tehát 90 perc. Itt, ha hosszan nyomom, akkor pont oda is ugrottunk, kezét csókolom, elindítom, mutatom nektek másfél óra múlva, hogyan nézzünk ki. Természetesen utána megyünk tovább. Kell a törődés a kacsának. És a fólia miatt, higgyétek el, nem fog megégni, gyönyörű szépen, lassan, de meg fog sülni. Át fog sülni, ez a lényeg. Mint látjátok, lassan megáll a műszer. Eltelt a 90 perc. Meg lehet tekinteni, hogyan is nézzünk ki. Lényegében jön egy kis plusz rá a pirítás, a besütés. És mutatom is nektek, kivesszük, leleplezzük, hát Szilvikén megmutatnád közelről? Hát az eszméletlenül jól néz ki. Na, következő a stratégia,
Airfryer módba sütünk tovább, 170 fok, 30-35 perc, és akkor majd vége fele szúrunk egyet, ez nagyon fontos. Melegítettem pici zsiradékot, lehet sertés, kacsa, libazsír, egyszer megfogom, és ebbe a helyzetbe tényleg pár centiliter az egész, szépen megöntözöm. A nyaki is rajta maradt, látjátok? Nagyon-nagyon szép. Ennyi, és egy nagyon-nagyon picit lehet a krumplinak is adni, édes krumplinak. Ennyi. Ennyi a történés, kérem szépen, tolom vissza, húson visszatehetjük. Nézzétek meg, milyen csodás. Nincsen szétvágdosva, épp amennyire kell. Beküldjük, közös zóna, természetesen airfryer. Lemegyünk 170 fokra, és rápakolunk. Legyen mondjuk 35 perc, és megnézzük ott, hogy állunk, és természetesen akkor szúrunk egyet. Most fog kialakulni a gyönyörű szép szín. És tudjátok, imádjuk a színeket. Lassan ismét megvagyunk, jöhet ki a kosár pár másodpercen belül, és látjátok, le is állt a gép, megtekinthetitek a végeredményt. Na, nyitom a hőmérőt, maghőmérőt érdemesként meg kell szúrni, hogy mindenki biztos legyen a dolgába. Hát, inkább meg se szólalok, és nagyon-nagyon éhes vagyok. Éhesek vagyunk, bocsánat. Na, hozom a maghőmérőt. Husson, bocsánat, körbekerüllek, megkerüllek. Hát tudjátok, mindenféleképpen mell 65, comb 85, maghő, tehát ennyit minimum el kell érnetek. Na most a mellett nehéz úgy megsütni, hogy 65 legyen, és pont a comb is 85, hiszen a mell már tovább fog sülni, na de hát ebben nincsen hiba. Aki esetleg rozé kacsa mellett, liba mellett szeretne sütni, hát annak máshogy kell eljárni. Na, nézzük, mell szinten. Mutatom nektek, Szilvike mutatja, well done, tehát átsülve, és jövök a combhoz, húsom, ha ide engedsz, köszönöm. Nézzük a combot, nézzétek meg, 83-84, és meg is van a 85 fok, tehát ebbe a pillanatban azt mondhatom, hogy EFA, tehát emberi fogyasztásra alkalmas, ez a jóféle kis kacsa, nézzétek meg, és természetesen édesburgonya szinten is kiemelek egyet-kettőt, ide a deszkára, és a nagy ujjammal nézzétek meg. Egyszerűen elkenem az egészet. Vaj, puha, gyönyörűséges a tartalma. Nagyon-nagyon jó lett. Gusztusos, igazán igényes kacsa. Hogy mutassam még nektek? Természetesen kitálalva láthatjátok azonnal. Ripi-ropi bőr, nagyon finom. Nem tudom mennyire hallani. Kipikopi, ripiropi, ez a fenséges tartalom itt benn, természetesen ezt is megesszük, ezt a kis zöldséget. A nyak az enyém, én fogom elropogtatni. Na, megmutatom még egyszer nektek. Szépséges lett. Tálalunk. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek kitálalva ezt a fantasztikus kacsapecsenyét. Próbáljátok ki, hogyha a videó alapján meghoztam hozzá a kedveteket. Mondjuk én azt mondom, csak rá kell nézni, önmagáért beszél, mondjuk ez a kinézet, de higgyétek el, az ízekbe se fogtok csalódni. Mondjuk én azt mondom, egy ilyen kacsához, pontosabban kacsára, mint fűszerezés gyanánt, ízesítés gyanánt, só, bors, nem is kell nagyon más, higgyétek el, kijönnek az ízek, kacsának az ízei, nagyon-nagyon fontos. Ugye spulniztunk egy nagyon-nagyon pici zsírt is mellé, de természetesen a kacsának a bőréből is kisült a zsír, ez ki is nyertem ide, mint láthatjátok, és egy minimális mennyiséggel az egészet át is fényeztem. Nagyon-nagyon finom édesburgonya, mi kell még hozzá, esetleg egy kis savanyúság, ha úgy gondoljátok, le kell ülni, és hirtelen felindulásból el kell fogyasztani. El is búcsúzom, fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel. Nagyon-nagyon sok kis hasznos információt még ki fogok írni a videó alá, ebben most nem húzom az időt. Szavaztok, kellemes hétvégét, jó étvágyat hozzá! Süssetek kacsát, nagyon megéri!